A teljesen figyelmen kívül a klik a szegedi Fodor kollégium igazgató választásánál a tantestület egybehangzó véleményét. Mikor szüntetik meg a klikket címmel? Képviselő úr, parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt államtitkár úr! Ha közoktatás, akkor klik, ha klik, akkor megint egy botrányos ügy. Az utóbbi időszakban 5 szegedi kollégiumból 4-ben történt igazgatói pályázat, abból az egyik a szegedi Fodor kollégium volt, ahol elég botrányosra sikeredett a kiírás. Az igazgatói székre 2-en pályáztak, a korábbi igazgatónő, aki 13 éve kiválóan vezette az intézmény szakmailag, és egy volt fideszes polgármester jelölt, aki a legutóbbi önkormányzati választásokon alul maradt a megméretetésben. Ilyenkor az igazgató választás során meg kell kérdezni a diák önkormányzatot, a nevelőtestületet, az alkalmazotti tanácsot, és hát mindenki egyhangulag a korábbi igazgatónő támogatta volna az igazgatói székbe. Ennek ellenére a tankerületi igazgató a volt fideszes polgármester jelöltet nevezte ki március 1-jével az intézmény vezetésére, úgy, hogy egyébként semmiféle indoklást erre nem adott, mert hogy egyébként a kliknek a szabályzatában erre nem is kötelezhető. Tisztelt államtitkár úr, mikor értik már meg végre, hogy pontosan az ilyen és ehhez hasonló ügyek miatt van elege az embereknek, a pedagógusoknak, a tanároknak a klikből, az önök oktatási rendszeréből? Nem elég ugyanis, hogy túlterheltek a diákok, a pedagógusok, nem elég, hogy elvették a döntési kompetenciájukat, hogy nincs megfelelő eszköz az iskolákban, akkor még például ebben az esetben az alapvető demokratikus jogszabályoktól is megfosztják őket, hogy történetesen egybehangzó véleményüket teljes egészében figyelmen kívül hagyják. Éppen ezért kérdezem államtitkár urat. Ön szerint normális-e ez, hogyha valaki egyetlen szavazatot sem kap a tantestületől egy igazgatói választás során, mégis ő lehet az intézmény vezetője, csak azért, mert esetleg fideszes polgármester jelölt volt. Ön szerint elfogadható az, hogy semmiféle indoklása nincsen az igazgatói kinevezési döntésnek, illetve van, mondhatjuk azt, hogy csak. És végül az egésznek a rákfenéje ugye a klik. Mikor fogják végre felszámolni ezt az antidemokratikus és túlbürokratizált földmedvényt, a klikket, mert ennél a giga intézménynél azt gondolom minden jobb lenne. Várom válaszát. Köszönöm szépen. Rétvári Bence államtitkár úr válaszol. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Állj, kérek szépen mindenkit, hogy a házszabályt maradéktalanul és minden esetben tartsa be. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselő, ön azt hiszem, úgy tudom, hogy rutinos önkormányzat ügyekben jártas politikus. Volt szerencse élete során beletekinteni az önkormányzatokra vonatkozó, akár oktatási irányításra, akár más jogszabályoknak a részleteibe, és tudja, hogy ilyen szempontból magának az eljárásnak a menetében annyi különbség van a korábbi és a mostani, tehát a klik előtt és a klik utáni menetrendben, lényegileg nagy vonalait tekintve, hogy ugyanúgy egyfajta véleményezési eljárás folyik végig, majd a korábbiakban az önkormányzat rendelkezett egy döntési jogkörrel, és most ezt a KREBEZ meg intézményfenntartó központ járási tankerület gyakorolja. Tehát magának a szisztémának a változásáról nem beszélhetünk, ha ön azt mondja, hogy antidemokratikus, ami most van, akkor lényegében azt mondja az elmúlt 25 év gyakorlatáról, az önkormányzati fenntartási időszakáról is. Emlékszünk akkor tájt is, amikor adott esetben diákok vagy tanárok tiltakoztak egy-egy iskolai igazgatónak a kinevezése ellen, akit nem támogattak helyben, akár feketeinkben, akár más módon. Tehát a rendszerben csak annyi változott, hogy nem az önkormányzat az, aki ezeknek a jogosítványoknak a címzetje, hanem a KREBEZ-BEG intézményfenntartó központ ezeknek a jogosítványoknak a címzetje. De azt hiszem, hogy minden kérdést érdemes megvitatni. Így a közlelési kerekasztalnak a február 18-án alakult meg az úgynevezett fenntartói munkacsoportja, amely pontosan ilyen és hasonló kérdésekkel foglalkozik, hogy miként lehet ezeket a jogosítványokat gyakorolni, miként kell áttekinteni az erre vonatkozó szabályokat. Azok a szervezetek, amelyek meghívást kaptak és részt is vesznek a kerekasztal munkájában, ebben is részt vehetnek február 18-a óta. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, Magyar Zoltán képviselő.